Üdvözlök mindenkit ebben a videóban, erről a kis Husqvarna fűkaszáról mondom el a véleményem, hogy miket tapasztaltam az elmúlt időszakban. Körülbelül 4 tankot használtam a gépet. Sajnos a fű itt elég gyatra felénk, nem is tudtam nagyon értelmes videót csinálni róla. Annyira ritkás, meg kicsi is, nagyon száraz felénk most az idő. Április 13-a van, de nagyon meleg van. És normális csapadék rég volt. De igazából ez a kis gép pont ilyen területre való, véleményem szerint. Ilyen ritkás, kisebb fűre, ami nem jelent nagy megterhelést egy fűkaszának, ide tökéletes ez a picike kis fűkasza. Nem kell cipelni egy nagy monstrumot, úgyhogy ilyen könnyebb kis munkákhoz tökéletes választás lehet. Ugye 22 köbcentis a gép és 0,8 lóerő, tehát iszonyatosan kicsi a teljesítménye. Komolyabb összehasonlítási alapom az 525 RX fűkaszámmal van. Ugye ami 25 köbcenti, viszont jóval erősebb, mint ez. És egy picit nehezebb is. Ugye vágtam velük úgy, hogy leraktam az egyiket, fölvettem a másikat, hogy összetudjam kicsit jobban hasonlítani. És egyébként érezni valóban, hogy ez gyengébb, de egyébként olyan nagy különbséget nem lehet észrevenni köztük, mivel a szöghajtás és a hajtómű áttétele más a két gépnek. Hát ha jól tudtam értelmezni az adatokat, akkor ebben egy lassító áttétel van, az 525 RX-ben pedig egy gyorsító áttétel. Ez sem fogja meg jobban a kicsit sűrűbb, nagyobb fű, mint az 525 RX-et. Viszont azzal gyorsabban lehet haladni. Azért az érezhetően erősebb és így haladósabb vele a munka. Ezzel azért sokkal finomabban kell bánni, mint az 525-tel. Ide is hoztam most az 525-öst is. Hát az egy picit hosszabb, más a fogantyúja. Én nekem egy picit kényelmesebb fogni az 525-ösön ezt a viszonylag egyenes csövű foggantyút. Ugye a 122-esen van egy ilyen érdekes hajlítás benne. Ez sem rossz amúgy, de hát ahhoz én már jobban hozzászoktam, nekem az jobban fekszik. Anyagminőségben azt vettem észre, hogy az 525-ös egy picit erősebb anyagokból van, meg az illesztésük is jobb. Ugye azt Lengyelországban gyártják, a 122-t Kínában, és hát közel sem egy gyár kategória 2, mivel az 525 majdnem a duplája, mint a 122. Tehát érezni a minőségbeli különbséget az 525 javára, de hát ez ugye az árában is megmutatkozik neki. Ugye annak a levegőszűrése is jobb, viszont jóval hangosabb, kicsit jobban is ráz, pedig abban van rezgés csillapítás, a 122-ben nincs, de mégis a 122-nek a fogantyúján nem érezni annyi rezgést, mint a 525-ösén. Ugye azon T35-ös fej van gyárilag, ezen a 122-esen pedig egy ilyen szétszerelés nélkül is tölthető damil fej van. Ugye át kell, pozícióba kell forgatni, áttolni rajta a damit, és föl lehet tekerni szétszedés nélkül. Nos, tehát akkor elmondanám a legnagyobb előnyöket és hátrányokat, ami nekem ebben nagyon tetszett, hogy borzasztó könnyű beindítani. Meleg motornál kifejezetten, ugye alig kell mozdítani, berántón már is beindul. Nagyon könnyű. Nagyon halk. Az eddigi videóimban, ahogy láthattátok, szinte kivétel nélkül használok hallásvédőt, de ennél a gépnél igazából nem kell. Főleg úgy, hogy ugye nagy részt nem is teljes gázon használtam, hanem csak ilyen fél gázon ebbe a ritkás fűbe. Hát szinte nincs is hangja neki. Alapjáratom meg egy kicsit olyan, mintha 4 ütemű motor lenne, pedig hát 2 ütemű, de annyira szép kultúrált járása van neki, és nagyon halk. Mindemellett keveset fogyaszt, könnyű, nagyon könnyű kezelni,
Úgyhogy akinek nem szükséges nagy teljesítményű gép, szinte ilyen szegélyvágó kategória elég neki, annak ez nagyon jó lehet. Gyengébb fizikumúaknak kifejezetten nem kell egy nagy nehéz gépet cipelni. Negatívumként igazából annyit tudni kell mondani, hogy picit-picit gyengék az anyagok, de nyilván nem piacos kategória azért, tehát ahhoz képest ég és föld. Meg természetesen az, hogy nagyon kicsi a teljesítménye, de hát ez ilyen. Tehát a világot nem fogjuk megváltani vele. Egyébként különösebb negatívumot nem tapasztaltam így ez alatt a pár óra alatt, amit dolgozgattam vele. Ennek a fogantyúja az nem teljesen az a kemény műanyag, mint az 525-ösé. Itt van egy kicsit puhább gumírozott rész benne, úgyhogy eznek még a fogása. Maga megfogni a gázkart, az kényelmesebb. Csak ugye más szögben áll, és az kicsit furcsa nekem. De nem rossz egyébként. A hám tök jó. Ehhez a kis géphez. Úgyhogy nekem tetszett. Hát ugye most per pillanat 100 000 forint az ára neki. Én azt mondom, hogy a jelenlegi árak mellett ezt nagyjából meg is éri. Ugye az 525 már majdnem 200. A nagyobbakról meg ugye ne is beszéljünk. Szóval a lényeg, hogy nekem tetszett ez a kis fűkasza. Gondolkoztam, hogy már régebben ilyen kis teljesítményű, de nem mertem megvenni, ugye annyira gyengének tűnik ez az egy lóerő, vagy főleg ami még alatta van esetleg, hogy ilyet nem mertem venni. De egyébként, ha valaki csak otthon saját részre kis területet, ahol nem olyan erős a növényzet, azt vágja vele, arra elég. Tehát összességében azoknak ajánlanám ezt a kis fűkaszát, akiknek számít, hogy könnyű legyen, könnyen kezelhető, keveset fogyaszt, csendes, és nincs szükségük nagy teljesítményre, azoknak bátran merem ajánlani ezt a típust. Hát ha valaki erősebb növényzetet vág, nagyobb területen, annak azért ezt nem ajánlom. Hát ez igazából inkább fűszegényíró, mint fűkasza. De a webshopokban fűkaszának van hirdetve, a kezelési leírásában viszont fűszegényírót ír a gyártója. Már megvan a gazdája ennek a kisgépnek, egy úriemberrel már lebeszéltem, úgyhogy most eltakarítom, aztán majd adom föl neki. Ha minden jól megy, legközelebb is egy 20 korna fűkaszát fogok így kibontani, tesztelgetni. Ettől egy nagyobbat, erősebbet, drágábbat. Most még két típus között gondolkozok, hogy melyik legyen. Hát hamarosan kiderül. Na, köszöntöm a megtisztelő figyelmet, szevasztok!